erős vár a mi Istenünk. Krisztus feltámadt, valóban feltámadt. Az Úr Jézus Krisztusban hívőknek ezzel a régi köszöntésével köszöntjük most a lélekben együtt lévő, de egész különböző helyeken, képernyők előtt lévő gyülekezet tagjait. Hadd olvassam fel az ünnep igéjét is. Krisztus mondja, halott voltam, de íme élek örökkön örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. A Jelenések könyve első rész 18. versehez. Krisztus Urunk feltámadása ünnepének az igéje. És a feltámadás ünnepének a napi ószövetségi igéjét is hadd idézzem még. Micsoda biztatást kapunk benne. Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homálya nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad. Ézsaiás könyve 60. rész, 2. verse. Ragyogjon nekünk, és ragyogjon a szívünkben a Krisztus, nem csak ezen az ünnepen, hanem mindenkor. A 216-os éneket fogjuk énekelni az evangélikus énekeskönyvből. Dicsőség néked, Istenünk! Fiaddal együtt dicsérünk.
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Az Úr feltámadt, az Úr valóban feltámadt. Dicsérjük az Urat, halleluja! Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Mondják hát, akik félik az Urat, hogy örökké tart szeretete. Nyomorúságomban az Urat hívtam segítségül. Az Úr meghallgatott, tágas térre vitt engem. Velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem? Erőm és énekem az Úr megszabadított engem. Újongás és győzelem hangja zeng az igazak sátraiban, az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik. Fölemelte jobbját az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik. Nem halok meg, hanem élek és hirdetem az Úr tetteit. Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, csodálatos a mi szemünkben. Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt. Vigadozzunk és örüljünk ezen. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind örökkön örökké. Amen. Az Úr feltámadt, az Úr valóban feltámadt, dicsérjük az Urat, halleluja! Imádkozzunk! Urunk, hálát adunk azért a bizonyosságért, hogy valóban feltámadtál és élsz. Nem volna egyház a világban, ha nem élnél. Te gyűjtöd össze magad köré, te tartod meg hitben, és te újítod meg szeretetben a te népedet. Nélküled csak jó igyekezetű emberek vagyunk, akiket mindig újra elbuktat a bűn, vagy képmutatók, akiknek látszat kereszténységén mosolyog a világ. Légy velünk, és add nekünk a te szeretetedet a feltámadás erejével. Állíts magad mellé, hogy megszabaduljunk a halál félelmétől, és a gyermek bizalmával tekintsünk rád, aki az Atyával és a Szentlélekkel együtt élsz és uralkodol örökkön örökké. Amen. Most pedig a gyermekeinknek szóló tanításra készülve énekeljük a Szívem csendben az Úrra figyel kezdetű éneket. Már pénteken bepakoltam hétfőre. Fölösleges volt. Bejelentették, hogy hétfőn már nem kell mennem iskolába. Pár óra leforgása alatt minden megváltozott. Ezt tapasztalták meg ezek az asszonyok is, Jézus barátai. Ismerték és szerették Jézust. A követői voltak. Ott voltak
amikor Jézus sok embert tanított Isten országáról. Ott voltak, amikor Jézust annyian vették körül, hogy tele volt az egész domboldal emberekkel, több mint 5000 férfi volt, és Jézus csodálatos dolgot tett. Jól lakatta az embereket, egy kisfiú 5 kenyeréből és 2 halából. Mert Jézus Krisztus hatalmas Isten, és ezek az asszonyok megtapasztalták ezt. Ott lehettek akkor is, amikor Jézus egy barátja, Lázár sírja előtt állt, és sírt. Lázár meghalt. Jézus megsiratta a barátját, és aztán szólt: gurítsátok el a követ! Az emberek nem értették, mit akar Jézus. Azt mondták: Uram, ezt nem lehet. De Jézus szólt, és az ő szavára végül mégis elgurították a követ. Jézus beszólt ebbe a sírba, és azt mondta: Lázár, jöjj ki! Óvisok, nyissátok ki jól a fületeket, az emberek is így tettek. Motoszkálás hallatszott, és a halott kijött a sírból Jézus szavára, mert Jézus hatalmas Isten. De most az asszonyok nem értették. Vasárnap Jézus még király volt, pénteken pedig halott. Döbbenetes. Pedig Jézus nem volt bűnös. Olyan volt, mint amilyen a kovásztalan kenyér, amiben nincsen semmi romlandó. Tőle minden gonoszság távol volt, hiszen ő a hatalmas Isten. Mégis úgy halt meg, mint egy átkozott, egy keresztfán. De miért? Az asszonyok nem értették ezt, hogy az ő és a mi bűneinkért halt meg Jézus. Nem volt Jézusnak szép a temetése, mert este kezdődött az ünnep, a szombati nyugalom. Mondjátok csak, a szombati nyugalmat így mondjuk héberül: Shabbat Shalom. Mondjátok utána: Shabbat Shalom. A békesség szombatja. De ezeknek az asszonyoknak nem volt a szívében békesség. Alig várták, hogy vége legyen ennek a napnak, és amikor lement a nap, és kezdődött az új nap, még este elmentek keneteket vásárolni, és aztán hajnalban elindultak az Úr Jézus sírjához, hogy méltó legyen a temetés. 3 asszonynak a nevét Márk leírja nekünk. A Magdalai Mária, Mária a Jakabanya és Salomé voltak az asszonyok, és amikor mentek a sírhoz, volt egy nagy problémájuk. Hogy fogják elgurítani a követ? Segítség kellene. Óvisok, aki szívesen segítene az asszonyoknak elgurítani a követ, az álljon most fel. Az asszonyok pont így gondolkodtak, kéne valami segítség. De hát, óvisok, el tudnának gurítani egy nagy követ? Az asszonyok sem tudták. Ahogy odaértek, döbbenetes volt, amit láttak. El volt gurítva a kő, és be tudtak menni a sírba, és nem találták ott Jézus testét, nem volt ott. Fölöslegesen vásárolták a drága keneteket, eltűnt az, akit szerettek. De volt ott valaki, egy ifjú fehér ruhában, és megszólította őket: ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt. Íme, ez az a hely, ahova őt tették. Menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak, előttetek megy Galileába. Mondjátok meg Péternek is, ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek. Erre az asszonyok nem számítottak. Jézus, a hatalmas Isten, kijött a sírból, és üzenetet küldött a barátainak. Az asszonyok félelmükben és döbbenetükben
Elszaladtak a sírtól. Döbbenet. Igen, tényleg döbbenetes ez a húsvéti történet. De remélem megértitek, Isten sokszor úgy szól hozzánk, ahogyan mi nem számítunk rá. Az ő üzenete nekünk szól. Arra gondoltunk, hogy ehhez a témához kapcsolódóan küldjetek nekünk rajzot. Felírtuk nektek az e-mail címet, ahova várjuk a rajzokat, és a jövő vasárnapi istentiszteleten szeretnénk megmutatni, hogy mit rajzoltatok. Aki három különböző istentisztelethez kapcsolódóan küld nekünk rajzot, azt pedig egy örömhír újsággal szeretnénk majd megjutalmazni. Isten szent fiát,
Hallgassuk meg hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, feltámadás ünnepére kijelölt számunkra, és amelyet megírva találunk Márk evangéliumának 16. fejezetében, az első verstől a következőképpen. Amikor elmúlt a szombat, a magdalai Mária és Mária, a Jakab anyja, valamint Salomé illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek és megkenjék Jézus testét. A hét első napján, korán reggel, napkeltekor elmentek a sírbolthoz, és erről beszéltek egymás között. Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról? Ekkor felnéztek, és látták, hogy a kő el van hengerítve, pedig az igen nagy volt. És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb felől, és megrettentek. De az így szólt hozzájuk: ne féljetek, a názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt. Íme ez az a hely, ahova őt tették. De menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek. Ekkor kijöttek, és elfutottak a sírbolttól, mert remegés és döbbenet fogta el őket, és senkinek sem mondtak el semmit, mert féltek. Boldogok, akik hallgatják, de meg is tartják Isten beszédét. Válaszul erre az ígére, most magasztaljuk a Szent Háromság egyik az Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljunk helyet. Ige hirdetésre készülve pedig énekeljük el a 215-ös számú éneket. Oh.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akié a dicsőség örökkön örökké. Amen. Hallgassuk meg Krisztus Urunk feltámadásának ünnepén az igehirdetés alapjául kirendelt szent igét, amint megírva találjuk Jób könyve 19. részében, a 25. és 26. versben a következőképpen. Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a por fölött. S ha ez a bőröm lefoszlik is, testemből látom meg az Istent. Ámen. Tudom, hogy az én megváltóm él. Ki mondja ezt a diadalmas vallomást? El tudnánk képzelni, hogy talán a Magdalai Mária, a feltámadás hajnalán, amikor az asszonyok kezdeti félelme és döbbenete után lelkendezve fut az összezavarodott tanítványokhoz, mert találkozott a feltámadott Jézussal. János evangéliumából olvashatunk erről. Hogyan találkozott épp a Magdalai Mária elsőnek a föltámadott Krisztussal? És ez mindent megváltoztatott számára. Elment a Magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak: láttam az Urat. Vagy mondhatná valamelyik apostol: másnap, miután a föltámadott Jézus megjelent mindnyájuknak, és megmutatta nékik sebeit, kezeit, oldalát. Tudom, hogy az én megváltóm él. Csak hogy ez a vallomás az Ószövetségben van. Az Ószövetség egyik legtalányosabb könyvében. Vannak tudósok, akik Jób könyvét, hiszen onnét olvashattuk ezt az igét, legalábbis a végső szerkesztését a babiloni fogság utáni korra teszik. Mások viszont az Ószövetség talán legrégebbi iratának tartják. A régi zsidó hagyomány Mózesre vezeti vissza a könyv megszületését. Jób Úcs földjén élt. Ezt valahol a mai Szaúd-Arábia és Jordánia határvidékén kellene keresnünk. Sém leszármazottai közül való lehetett ez az ember. Történetének megfogalmazása a Krisztus előtti második évezred ókori közel-keleti viszonyait tükrözi. Valamikor Izrael ősatyáinak, Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak a korában élhetett. Ő maga a családjának papja, mint családfő. Izrael népéről és a mózesi törvényről szó sincs itt még. A könyv szóhasználata Mózes első könyvének szövegeire emlékeztet, különösen is az első 11 fejezetre. Istent a mindenhatóként emlegeti. Saddáj, felséges Isten. Sok olyan szó is található ebben a könyvben, a költői szövegekben, amely másutt nem fordul elő. És nem is az óhéber, hanem talán a régi arám, vagy az óarab nyelvekre vezethető vissza. És milyen drámai Jób története. Maga az Úr tesz tanúságot róla, mint az ő szolgájáról. Nincs hozzáfogható a földön. Fedhetetlen és becsületes ember. Féli az Istent és kerüli a rosszat. Vagy ahogyan a károli fordításban olvashatjuk: Isten félő és bűngyűlölő. De Isten mégis megengedi, hogy őszinte szolgáját a lázadó, vádoló ellenség, a sátán módszeresen megpróbálja kikészíteni. Családjának és vagyonának elvesztése, a szenvedés, a halálosnak tűnő, de véget nem érő testi kín lavinaként zúdul erre az emberre.
mert a sátán be akarja bizonyítani, nem ok nélkül féli Jób az Istent. Elborzadunk. Miért engedi meg mindezt Isten? És eszünkbe jut annyi minden más is, későbbi korokból, és a saját mostani időnkből. Sok ember szíve mélyén ott van ez a fájdalmas, rettenetes kérdés. Miért engedi meg mindezt Isten? Jobb maga sem tudja, hogy szenvedéseinek mi a háttere a láthatatlan világban. Mert mind annak, ami velünk történik, háttere van a láthatatlan világban is. Harctér a lelkünk. A Szent Isten és a gonosz közötti harctér. Jób nem tudja mindezt, akkor még. Csak rettenetesen gyötrődik abban, hogy a feleségére sem számíthat, a rokonaira sem. Aztán az őt részvéttel meglátogató barátai is csak fokozni tudják a kínjait okoskodó, kegyeskedő szövegelésükkel. Ők csak abba a kerékvágásba tudnak visszazökkenni újra meg újra, hogy Jobbnak bizonyára van valami olyan vétke, amiért Isten rábocsátotta ezt a szenvedést. És rá akarják szorítani, hogy vallja be, biztos van valami. Az kétségtelen Isten igéje fényében, testvéreim, hogy minden szenvedés ezen a földön a bűnnek, az Istentől való elszakadásnak a következménye. De ebből nekünk nem lehet képleteket fölállítanunk a konkrét szenvedés konkrét okaira vonatkozóan. A szenvedőnek különben is részvétre van szüksége, és nem elméleti kioktatásra. Van, amikor emberileg teljesen érthetetlen és megmagyarázhatatlan a szenvedés. Jobb keserves kínja pedig bizonyos mértékig előképévé válik a világtörténelem legfölfoghatatlanabb titkának is, Jézus szenvedésének. Alapigénk Jób könyvének a közepe táján található. Jobbnak már elege van mindenből és mindenkiből. Nem érti Istent, inkább kívánná a halált, mint hogy folytatódjon ez a véget nem érő gyötrelem. Azt mondja, könyörüljetek, könyörüljetek rajtam, barátaim, mert Isten keze vert meg engem. Miért üldöztök, mint az Isten? Miért nem elégedtek meg testemmel? Aztán valami egészen váratlan következik. Ezt mondja, bárcsak leírnák szavaimat, bárcsak följegyeznék egy könyvbe. Vas íróvesszővel és ólommal minden időkre kősziklába vésve. És amikor ezt a részletet is fölidézem, eszembe juthat, és a megrendültségben ott van az újongó öröm. Hány és hány nyelven, hány és hány sírkőre is fölvésték azóta Jobbnak ezeket a szavait, amelyek az alapigényben találhatók. Igen, mert itt következik ez a csodálatos vallomás a megváltóról. Héberül így hangzik. Vani jádatti góali háj, vaharónalá fár jákúm. Hadd idézzem most egykori professzorunknak, Muntág Andornak a nagyon pontos fordításában az alapigét, és még egy további verset is. De én tudom, hogy az én megváltóm él, s hogy majd legvégül a por fölött megáll. Miután e bőröm lefoszlik én rólam, a magam testéből látom meg az Istent, akit én látok meg majd, mint az enyémet. Saját szemem látja, nem pedig a másé, még ha elhalnak is veséim bensőmben. De én, Vani, mondja Jób, mind annak ellenére, ami körülveszi és gyötri. Gyötrődve, meg nem értve, úgyhogy maga sem érti, mi történik vele.
hirtelen megmagyarázhatatlan bizonyosság tölti előtt. Tudom, Jadatti vallja meg, és ez valami végérvényes tudás. Nem olyan, amit tanulással, kutatással, tapasztalattal szerezhet meg az ember. Nem puszta értelmi belátás, hanem mély, belső és személyes ismerés. És hadd legyen a hangsúly ezen, hogy személyes ismerés. Megváltóm, Goali, így nevezi azt, akiről vallást tesz. Mit jelent ez a szó? A Goél a megváltó vérrokon. Hadd idézzem megint Munták Andort. Akkor, amikor Jób könyvét megírták, ennek a szónak elhangzása vagy elolvasása a gondolatok gazdag tárházát nyitotta meg az emberek előtt. Megváltónak nevezték azt, aki visszaszerezte az elszegényedett rokon családi birtokát. Megváltó volt az is, aki a gonoszul megölt, ártatlan rokonért igazságot szolgáltatott. Megváltónak nevezték Istent, aki Izrael fiait kiszabadította az egyiptomi rabszolgaságból. Megváltó az, aki a szegénységben, nyomorúságban élőkön, az elhagyatottakon, elnyomottakon, az ellenséggel vívódókon segít. Ezt tudja Jób. Ebből nem akar engedni, bármit mondanak neki mások, bármilyen gondolata támad neki magának, bármennyire úgy látja, hogy még Isten is elhagyta, vagy éppen ellene fordult. Minden látszattal szemben ragaszkodik ahhoz, hogy Isten megváltó. Eddig voltak az idézett mondatok. Igen, megváltóm az Isten. Efelől kapott bizonyosságot Jób. És nála sokkalta inkább ezt tudhatjuk, tudhatnánk mi is. Mi ugyanis a megfeszített és föltámadott Jézus által ismerhetjük már őt, a mindenható Istent. Ehhez, hogy ilyen személyes ismerés éljen a szívünk mélyén, ehhez azonban Istentől született valódi és személyes hit kell. Az, hogy a szívem mélyén az ő lelkétől megszületett belső bizonyossággal tudjam. Ő nem csak általánosságban megváltó, hanem az én megváltóm. Nem fogok elveszni, még a halálban sem. Nem kell a kárhozatra, az örök büntetésre jutnom, mert ő nem fog eltaszítani magától. Megengedheti a sátán szörnyű támadásait is ellenem, de nem fog vesztemre kiszolgáltatni neki. Az ugyancsak sokat szenvedett, Krisztusért sokat szenvedett Pálapostól szavai juthatnak itt eszünkbe. Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem őt mindnyájunkért odaadta. Mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk? A legfélelmetesebb ínségünk mindnyájunknak az, hogy Isten nélkül és reménység nélkül tengődünk ebben a világban. Isten iránt bizalmatlan, engedetlen, lázadó lényünk végtelen adóssága terhel Isten előtt, és ezért jogot formálhat ránk az ős ellenség, az ősi kígyó, a sátán. Mi nem tudunk fizetni magunkért sem, és egymásért sem. Ezt mutatja meg félelmetes világossággal a 49. Zsoltár. Ezt olvassuk ott, hiszen senki sem válthatja meg magát, vagy más régi szövegek szerint a testvérét. Nem adhat magáért váltságdíjat, más szóval engesztelést Istennek. Mert olyan drága az élet, a lelkük váltsága,
hogy végképp le kell tennie róla, még ha örökké élne is, és nem látná meg a sírgödröt. Ugyanez a Zsoltár hirdeti azonban előre az egyetlen megoldást is, az Isten megoldását. A 16. versben: de Isten engem kivált a holtak hazájából, lelkemet a Seolból, és magához fog venni. És ennek az egyetlen isteni megoldásnak a proféciája csendült föl már Jób szavaiban is. Úgyhogy ezt igazi mélységében akkor még ő maga sem érthette tán. Mi vajon értjük már? Mennyire értjük? Mennyire tudjuk? Mit tett Isten? Megváltó vérrokonunká lett az ő testélet igéjében, fiában, Jézusban. Az új szövetségben ezt olvassuk a zsidókhoz írt levélben. Mivel pedig a gyermekek test és vér részesei, ő is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek, hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. A szeretett fiúnak, Jézusnak a borzalmas kínhalálában, Istentől való elhagyatottságában ment végbe a megváltásunk. Önmagát adta szent váltságdíjként értünk. Kiengesztelt Istennel, és megtörte a sátán a kísértő vádoló jogait. Honnan tudhatod, hogy Jézus halála nem egy kiábrándító tragédia volt csupán, hanem a mi megváltásunk? A feltámadásából. Jézus Krisztus feltámadása hirdeti számunkra, hogy Isten nem csak elrendelte, hanem el is fogadta fiának áldozatát. Ezért énekelhetjük majd: Jézus él, én is vele. Megváltóm él. Goali háj. Nem csak van, hanem él. Vallotta meg a halál rémével szembenézve is Jób győzelmese. Annyi mindent nem tudott még, amit mi már tudhatunk. Mi már pontosan tudhatjuk, amit az előbb is énekeltünk. Krisztus halála a halált elnyelte, megcsúfolta. Jób tudta, és nekünk is tudnunk kell, a mostani járványos időben különösen is közelít felénk a halál. A hívő embernek is szembe kell néznie ezzel. Ha Krisztus Urunk visszajövetele előbb be nem következik, és magához nem ragad engem is az övéivel együtt, testem porrá lesz hamarosan. Bőröm lefoszlik, veséim is megemésztetnek, ahogy Jób könyvében olvassuk. Az Úristen mulandóvá tette életünket bűneink miatt. Hányszor és hányszor mondjuk ezt a mondatot a temetéseken, Isten igéjét hirdetve. De ha megváltó Istenünkhöz tartozunk, feltámadott Urunk bizonyossá tesz afelől, tőle a halál sem szakíthat el. Halálunkban nem a semmibe hullunk, és ezt már Jób is kimondhatta. Van egy kifejezés itt: mibe szári, amit kétféleképpen is lehet fordítani Jób szavaiból. És ezt a kétféle fordítást találjuk meg a különböző magyar biblia kiadásokban is. Lehet így fordítani, hogy testem nélkül, és lehet így fordítani, hogy testemből, vagy testemben. A kettő együtt igaz. Egyrészt arról van szó, amit a Prédikátor könyvében olvashatunk a vége felé. A por visszatér a földbe, olyan lesz, mint volt. A lélek pedig visszatér Istenhez, aki adta.
Másrészt viszont a boldog feltámadást hirdeti ez a vallomás, és azt, hogy közvetlenül meglátjuk megváltó Istenünket. Ő majd legvégül a por fölött megáll, de Aharon, a láfár, Jákum föltámasztó hatalmával áll majd meg a por fölött. Lám, közel 4000 éve talán, Krisztus halála és föltámadása előtt is majd 2000-eddel. Már az ókori Jób is tudott erről, ebből valamit. János, az apostolok között a szeretett tanítvány, aki közelről látta meghalni Jézust, de ő az, aki már az üres sír láttán elkezdett hinni, bár annyi mindent nem értett még, ezt írja erről a Krisztusban hívőknek. Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya. Isten gyermekeinek neveztetünk, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk ő hozzá, és meg fogjuk őt látni, amint van. Ami megváltó Istenünket, Jézust. Johannes Busch, a Jézus a mi sorsunk című könyv írójának, Wilhelm Buschnak az öccse, idézte egy idős hívő sváb férfi egyszerű mondatait. Inkább egy ló akarok lenni, amelyet szekerébe fogva halálra korbácsolnak, vagy egy ökör, amelyet a mészárszékre visznek, semmint olyan ember, akinek nincs megváltója a halálban. Egykor a gyötrődő Jób megváltójának ismerte meg az élő, mindenható Istent. És mi? Bárcsak mindnyájunk szívét, lelkét áthatná, hatalmába venné immár megváltó Urunk Jézus Krisztus kereszthalálának és feltámadásának döbbenetes ereje. És mindnyájunk bizonyossággal teli vallomása lehetne. Tudom, hogy az én megváltóm él. Amen. Imádkozzunk. Megváltó Istenem, Uram Jézus Krisztus, hálaadással jövök és jövünk színed elé. Köszönjük, Uram, hogy Te, mint élő Úr, szólsz hozzánk igéden keresztül ma is. Jób régi vallomása is Te reád mutatott már. Hát még mi mennyi mindent tudhatunk. Hiszen az, hogy ki vagy Te, hogyan szenvedtél, gyötrődtél értünk, hogyan váltottál meg, és hogyan támadtál föl, nem mese, nem mítosz, valóság. Te magad vagy a valóság. Te magad vagy az út, az igazság és az élet. Köszönjük, hogy általad Istenhez, mint atyánkhoz juthatunk. Erre segíts, Uram, szent lelkeddel most ezekben az ünnepi napokban is sokakat. Gyötrődőket, kétségek és kérdések között küszködőket, betegeket, kimerült ápolókat és orvosokat, vívódó vezetőket, annyi mindent nem értő kis embereket és nagy embereket. Hadd tudjunk rád figyelni, hadd jussanak oda hozzád, a kétségbeesés örvényéből kiáltva, hadd tudjanak segítségül hívni téged még sokan, Úr Jézus Krisztus. S hadd legyen minél többek vallomása. Együtt velünk. Tudom, hogy az én megváltóm él. Amen.
ünnepnapokat és hétköznapokat kívánunk mindenkinek Jézus Krisztus jelenlétében. Ismertetem a hirdetéseket. Az elmúlt héten el kellett temetnünk Ribóci Mariannát, aki 51 éves volt, és Major Ferenc Sándort, aki 75 évet élt. Temetni fogjuk a következő napokban Palic Istvánt, aki 89 éves volt, korábbi mandabokori lakos. Temetése április 15-én, szerdán 10 órakor lesz a régi ravatalozóból. És temetni fogjuk özvegy Szekeres Jánosné Círják Erzsébetet, aki 80 évesen hunyt el. Temetése április 15-én, szerdán 11 órakor lesz a régi ravatalozóból. Isten áldja és vigasztalja a megszomorodott szívű hozzátartozókat. Maga a mi Urunk Jézus Krisztus, és az Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket, és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, vigasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben. A gyülekezeti alkalmakat most az online közvetítések formájában hirdetjük ugyancsak. Ma este 18 órától orgonazenés áhítatot közvetítünk az evangélikus nagy templomból. Április 13-án, húsvét hétfőn, ugyancsak Isten tiszteletet közvetítünk 10 órától a gyülekezeti teremből. Április 19-én, vasárnap is, Isten tiszteletet közvetítünk 10 órától a gyülekezeti teremből. Az online közvetítések az Isten tisztelet kezdete előtt 5-10 perctől kezdődően érhetők el minden alkalommal. Egyebekben hirdetjük, a húsvéti hírmondó megjelent, de elsősorban digitálisan tettük közzé. A kinyomtatott példányokat is már sok helyre eljuttattuk, illetve szeretnénk eljuttatni, főleg idős és beteg testvéreinknek. Az evangélikus élet ünnepi száma is megérkezett a Híd magazinnal együtt. Igyekszünk minél többekhez eljuttatni. Különös ez a mostani húsvét. Hiányzik a gyülekezet. Megszoktuk, hogy 1500-an vagy 2000-en is együtt lehettünk az evangélikus nagy templomban itt Nyíregyházán. Most csak a szolgálók köre vesz részt az Isten tisztelet közvetítésben. Az Úr szent vacsoráját sem tudjuk ünnepelni. Ezzel kapcsolatban még most a hirdetések között hadd idézzek néhány sort püspökeinknek az egy héttel ezelőtti pásztorleveléből. Ezt írták: tudatában vagyunk annak, hogy ebben az időszakban különösen hiányzik az úrvacsorai közösség. Fájdalommal éljük meg, hogy éppen az úrvacsora évében nem vehetjük magunkhoz Krisztus testét és vérét. Azt kérjük, hogy ez az időszak legyen a vágy megerősödése, a szentségre való szomjazás és éhezés időszaka. A keresztény várakozás és remény ilyen megélése legyen felkészülés az úrvacsora vételének reménység szerint nem túl távoli lehetőségére. Az úrvacsora közösségi jellegét a rendkívüli helyzetben sem adhatjuk fel, hiszen Urunk rendelése a szentség, az egyház Krisztus teste közösségébe is be akar kapcsolni bennünket. Az otthoni, televízió előtti úrvacsora vételt semmiképpen sem támogatjuk. Egyházjogilag nem tudunk hozzájárulni ahhoz, hogy házaknál nem ordinált lelkész úrvacsorát osszon. Akik szerettek volna ebbe az irányba elmozdulni, azoktól türelmet és megértést kérünk, de ezen a módon is óvjuk egyházunk egységét. A járvány idején az online istentiszteletek mellett a házi áhítatok igei közösségét ajánljuk. Isten igéje teremt hitet,
tartja meg az egyházat, ezt pedig senki és semmi nem veheti el tőlünk. Eddig volt az idézet püspökeink pásztorleveléből. Most a 223. ének első versszakát fogjuk énekelni, többi versszakát pedig majd az áróáldás után. Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Téged, hogy egyszülött fiadat nem hagytad a halálban, hanem feltámasztottad, és általa megvékéltetted a világot önmagaddal. Könyörgünk élet újító kegyelmedért, szent lelked világosságáért, megváltó Urunk szeretetéért, hogy ne a halált, hanem az életet szolgáljuk. Tégy minket készségessé minden jóra, hogy szent akaratodat cselekedjük. Szorgalmas és hűséges helytállásunkkal. Urunk, áldásodat kérjük. Hazánkra, népünkre, vezetőinkre és az egész világra. Áld meg kedvező időjárással mezőinket, áld meg gyógyító kegyelmeddel a betegeket, szenvedőket, gyászolókat. Áld meg mindazokat, akik ebben a különösen nehéz időben áldozatos, veszélyes munkát vállalnak és szolgálnak közöttünk. Urunk, legyen áldásod egyházunkon, hogy szolgálatát most is tetszésedre hűségesen végezze. Kegyelmed legyen és maradjon velünk mindörökké az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az áldás vétel előtt énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt.
Az Úr áldjon meg, és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd, és adjon neked békességet. Énekeljük a befejező éneket, a 223-as számú éneket a második versszaktól végig.